Jó reggel, napot, estét mindenkinek! A vírus még teljesen nem szűnt meg, így még versenyek sincsenek, viszont az emberben ott dolgozik a versenyszellem. Van nekem egy jó barátom, Áron személyébe, aki szintén nyomul ebbe az online térbe, Instagramon, ezért kihívtam egy kis versenyre. Ő nem egy futó, hanem... Minek nevezed magad, Áron? Gyúr! Gyúr a csávó. Kihívtam egy kis versenyre, én adok neki 4 futós feladatot, ő ad nekem 4 gyúrós feladatot, és lássuk, hogy ki nyer, ki keményebb, egy futó, vagy pedig egy gyúrós gyerek. Hogy miről lesz szó, azt később megtudjátok. Nos tehát, akkor azok a feladatok, amelyeket én kigondoltam Áronnak, egy 100 méteres sprint, egy 400 méteres sprint, egy dombra fel, illetve dombról lefutás. Majd kiderül, hogy hogy fogja abszolválni ezeket. Azok a gyakorlatok, amiket én kitáltam ki havérnak, az a húzózkodás, frontlever, kétkezes fekvő és a plank. A lényeg az, hogy ki fog többet tudni csinálni. És majd a végén kiderül, hogy ki lesz a jobb. Tartsatok velünk! Mielőtt azonban nekikezdenénk a versenyzésnek, fontos, hogy be legyünk melegedve, ezért most bemelegítünk. Az első feladat, amit teljesítenünk kell, az a 100 méteres sprint, és meglássuk, hogy ki lesz a gyorsabb. They get away first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking round at Gay. What's the clock? It's Nos, megvolt az első próba, a 100 méter. A 100 méteres sprintre van mit gyúrjak, mert Áron lehagyott, igaz, hogy pár centivel, de előttem ért be, most még nem kapja a levegőt, vagyis túl gyorsan kapja. Most jön a 400 méter, ahol remélem, hogy már jobban fogok teljesíteni. Eddig az az igazság, hogy engedtem Áronnak, hogy jöjjön meg a kedvehez az egész versenyhez, de majd innentől kezdve nem fogok. Na de akkor nézzük is a 400 méter sprintet, ezt külön fogjuk szaladni, egyszer én utána jó, és akkor a végső időt hasonlítjuk majd össze. Felkészülni, vigyázz, rajt! Egy 16. Most megvolt az én 400 méterem. 1 perc, 16 másodperc. Áron be is állt a rajthoz, úgyhogy most indul ő. Felkészülni. Kész. Rajt. Hogyha ebbe is le fog győzni, akkor ez a videó ennyi lett volna, mert megyek haza. Nyomjad, nyomjad! Egy perc 18. Mi a helyzet, Áron? Fújt a szél. Nagyon fújt a szél. Nos hát, sikerült egyelőre hozzam az állást, de megyünk tovább, most következik a dombra futás. Ahhoz viszont át kell mennünk egy másik helyszínre, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk.
Meg is érkeztünk versenyünk harmadik állomásához. Itt van a domb, körülbelül egy 30%-os emelkedő, 100-150 méter. Innen indulunk, egyszer felfutunk, és majd utána akkor a negyedik versenyszám pedig lefele. Csalni fogok ugyanis, cipőt fogok cserélni. Ezt a cipőt már ismeritek, mondtam, hogy terepen is jól használható, szóval szerzünk egy kicsi előnyt. Tizenegy negyvenkilenc. Most az történt, hogy egyre felfutásba én kikaptam, pár másodperccel lemaradtam, így Áron átvette a vezetést, 2-1 a javára, most jön a helyről lefele való futás. Tizenkettő 95 lefele, majdnem olyan gyors, mint felfele. Kilenc 26. Nos, lefele futást azt én nyertem így 2-2. Viszont az én terepem most már végére ért, így jön Áron és a gyúrás. Hajrá! Nos, itt is vagyunk Áron terepén, itt Kolozsváron a Gyöngyfalvi Parkban. Innentől kezdve a feladatokat ő adja, eddig az állás 2-2. Az az igazság, hogy egy kicsit csalódott vagyok, mert sokkal többet vártam magamtól, kevesebbet Árontól, de hát ő nagyon túl teljesített, én pedig alól. Ezt itt kell behozzam, viszont én ebbe a testépítésbe annyira nem vagyok otthon, úgyhogy lássuk, mi lesz a végeredménye. Az első gyakorlat az egy egylábas frontlever lesz, aki több ideig írja, az nyer. Azt hiszem, ez is túl egyértelműre sikeredett. Megint kikaptam 3-2 Áronnak. Fekvőtámaszokat fogunk csinálni, ugyancsak az nyer, aki többet csinál. Mennyi volt Áron? 55. This is Sparta! Egy
43. 44. 45. Hogy menti a mér? Legyőztem! Nem tudom, hogy kicsim vagyok. Nos, szorosan fej-fej mellett haladunk. Az állás mennyi? 3-3, tehát döntetlen. Fekvőtámaszba sikerült visszahoznom. Még van két gyakorlat. Van a plank, amit úgy ahogy tudok, viszont húzózkodásból nulla. Áron azt mondja, hogy ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. A húzózkodást azt felhúzott lábakkal kell majd csinálni. Mennyi volt Áron? 13. Na hát, 13. Megint Áron átvette a vezetést. Jön az utolsó forduló, a plank, amiben bízom, de majd kiderül. Nos, láthattátok, plenket azt megnyertem, a végeredmény 4-4, most egy kicsit megpihenünk, és akkor még egy összefoglalóra majd visszatérünk. One hour later. A végeredmény, amint láttátok, 4-4 lett, és talán valahol ez a döntetlen is az igazságos, mind ránk nézve kettőnkre, mind pedig a sportok különbözőségét nézve, ugyanis mindegy, hogy milyen sportot csinálsz, ugyanolyan jó hatással van az emberi szervezetre. A lényeg az, hogy mozogj. Megyek, megkérdezem Áront, hogy hogy érezte magát. Na, Áron? Jó volt, nagyon jó volt. Csodálkozom, hogy sikerült legyőzni Tihamért kétszer is a futás során. De én is legyőztem őt. Az is meglepett, hogy ő is engem, főleg szekültem. Nem a hangyák hordták össze se. Nagyon jó volt. Hát, Áron is jól érezte magát, én is jól éreztem magamat. Remélem, hogy ti is élveztétek a videót. Hogyha igen, akkor tudjátok, nyomjatok egy lájkot, hogyha megjegyzésetek van, azt alatta a komment szekcióban nyugodtan feltehetitek, leírhatjátok, illetve, hogy támogassatok engem, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, tudtok követni ugyanúgy Facebookon, illetve Straván is, minden linket megtaláltok a leírásba, illetve Áronnak is van egy instája, ahova edzős videókat tölt fel, egyelőre még a YouTube-ra nem tért át. Szóval kövessétek be Áront is,
Vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, találkozunk egy következő videóba. Sziasztok! Sziasztok, iratkozzatok fel!